Sziasztok, Bizonyok, és ez egy kisebb update lenne a HBR-ra, a 3 Assault fegyverhez, amelyet ugye előző epizódban bemutattam, és kemény 10 percen keresztül nyavajogtam arról, hogy fölösleges volt nerfölni, minek kellett, használhatatlan a fegyver, a többi Assault sokkal jobb nála, salalalala. Na hát, meghallgatták az imámat, igazam lett, ugyanis a Sledgehammer Games beadta a derekát, és újra buffolták gyakorlatilag a fegyvert, és még jobb is lett a 3G-s hatótávolsága a nerf előtti énjénél, ugyanis már 7,5 méteren belül terítünk 3 golyóból, és hát ez egy combos, így már harcképes a fegyverünk, nemhogy az Insanity nevezetű variánssal, úgyhogy királyság, és a 4G-s hatótávolsága az ugyanúgy megmaradt. Azt még hozzá kell fűznöm, hogy eddig még ez a patch vagy buff Xboxokon él, ugyanis a Microsoft szeret sokat fizetni az Activision nevezetű cégnek, így körülbelül a következő platformokra, mint hogy PC, PS4, hát ilyen 2 héten belül vagy 1 hónapon belül megjön, nem tudom sajnos. Úgyhogy ennyi lett volna, mindenki örüljön, mert egy tök jó fegyver lett így remélhetőleg. A következő részben pedig az AK-12-esről lesz fegyverbemutató, úgyhogy sziasztok!